Kérem szépen, jó, akkor kezdem újra. Legyen kedves, órát kérem visszaállítani. Köszönöm szépen, elnök úr. Feltételezem, hogy Rétvári államtitkár úr fog nekem válaszolni, miniszter úr helyett. Tehát néhány héttel ezelőtt Varga képviselőtársammal sikerült bejutnunk abba a raktárba, ahová az Orbán kormány igyekezett elrejteni a világ elől azt a több mint 13 ezer darab, 300 milliárd forintért vásárolt lélegeztetőgépet, amelyet 2020-ban a Covid-járvány kirobbanása idején vásároltak. Mint kiderült, a lélegeztetőgépeket a piaci ár többszöröséért szégyentelenül túlárazva vette meg a Szijjártó Péter vezette külgazdasági és külügyminisztérium egy azóta nyomtalanul eltüntetett maláj cégtől. A végső csattanót pedig az adta, hogy a kínai gyártású lélegeztetőgépek nem is felelnek meg az egészségügyi előírásoknak, vagyis használhatatlanok. Emiatt még adományként sem tud megszabadulni tőlük az Orbán kormány. Nem volt elég azonban a 300 milliárd forintot ellopni a magyarok közös pénzéből. A használhatatlanul porosodó lélegeztetőgépek raktározására évente közel 1 milliárd forintot, havonta 65 millió forint plusz áfát fizet ki a Pintér Sándor belügyminisztériuma alá tartozó országos kórházi főigazgatóság. Képviselőtársammal felkerestük a gödöllői raktár valódi tulajdonosát, ugyanúgy homály fedi, mint a bóvi lélegeztetőgépeket az Orbán kormány nyakába sózó külföldi cégeket. A raktár területén nem találtunk cégtáblát, amely a belföldi cégek székhelyén ugyan kötelező, telephelyen viszont csak ajánlott. Ha azonban külföldi cég birtokolja a raktárat fióktelepként, akkor ott is kötelező lenne a cégtábla. Tehát jelenleg papíron 100 milliárdokat érő egészségügyi eszközök vannak egy olyan épületben, amelyről senki sem tudja, hogy kié. Hiába kérdezgettük a helyszínen a raktár dolgozóit, se a raktári dolgozók, se a bejáráson megjelenő Jenei Zoltán, az OKFÖ főigazgatója nem tudta megmondani, hogy ki a raktár tulajdonosa. Vagyis az Országos Kórházi Főigazgatóság úgy fizet havonta 65 millió forint plusz áfát a szemétre való lélegeztetőgépek raktározásáért, hogy állításuk szerint azt sem tudják, ki kapja a pénzt. Az elmúlt 13 év Orbáni korrupciójának történetében a lélegeztetőgép biznisz tűnik az egyik legaljasabb és legsikeresebb lopásnak. Ráadásul kétszer lopták meg a magyar embereket, először túlárazva megvették a gépeket, majd feleslegesen kellett fizetniük a tárolásért. Egyedül a Fidesz közeli milliárdos elit jár jól a bizniszen, akik a magyarok tízezreinek halálával járó koronavírus járványon is képesek nyegészkedni. Kérdezem tehát az államtitkár urat, melyik az a cég, aminek ezt a majd 1 milliárd forintot fizetjük évente? Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Rétvári Bence miniszterhelyettes úr válaszol, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház. Csak hogy ezt a mitikus homályt eloszlassam a bejutás körülményei kapcsán, sikerült bejutniuk, ugye valahogy így fogalmazott képviselőasszony. Elnök úr, Varga elnök úr, a Népjóléti Bizottság elnök írta egy levelet Pintér Sándor miniszter úrnak, hogy beszeretne menni. Pintér Sándor miniszter úr pedig felajánlott több időpontot a bizottság tagjainak. Nyitottak a raktárak, minden képviselő bejöhet, és megnézheti a bizottság tagjai közül, aki parlamenti ellenőrző munkája keretében ezt meg szeretné tenni. Tehát első szóra kinyíltak a raktárak, és ön bár nem a bizottságnak a tagja, de ettől függetlenül önt is, bár nem bizottsági tag, de ugyanúgy beengedték, mint a többi képviselőt, tehát semmifajta titok vagy bármilyen akadály nem volt. Első levélre, első szóra, amikor az ellenzéki képviselők meg akarták tekinteni ezt a raktárat, meg akarták tekinteni annak a tartalmát, jöhettek is és meg is nézhették. Nyilván nem kifejezetten egy szakmai út volt a részükről, mert elsősorban szelfizgetésben merült ki az ottani körbejárás, de hát mindenki láthatta, hogy milyen körülmények között vannak ezek a lélegeztetőgépek. Ami a lélegeztetőgépeket magukat illeti. Azért pörgessük vissza az időt a járvány időszakára. Az volt a célja akkor minden országnak a világban, hogy minél több lélegeztetőgépet szerezzen be, hiszen senki sem tudta pontosan, hogy a saját országában mennyi lélegeztetőgépre lesz szükség. Láttuk a videókat Olaszországból, ahol sokkal több volt a beteg, mint a lélegeztetőgép. Láttuk, hogy lélegeztetőgép nélküli betegek ott fekszenek a folyosókon, sőt,
akár még a kórházi parkolókban is voltak betegek, és mindenki minden lehetséges lélegeztetőgépet lekötött, mert nem tudhatta senki, hogy melyik megrendelés fog megérkezni, és melyik megrendelés nem fog megérkezni. Mert az egész világ lélegeztetőgépeket keresett, és ilyenkor nyilvánvalóan fennállt a veszély, hogy Magyarország leköt valamennyi lélegeztetőgépet az egyik gyártótól, de aztán valaki rálicitál a magyar ajánlatra, többet ígér, és akkor abba az országba viszik. Láttunk ilyet, volt olyan védőfelszerelés, amely a kikötőből egy másik országba érkezett meg, nem Magyarországra. Az volt tehát a cél, hogy minél több ilyet lekössünk azért, hogy minél több ember életét meg tudjuk menteni, mert akkor, abban a pillanatban senki nem tudta, hogy pontosan hány embernek hány lélegeztetőgépre lesz szükség, sem Magyarországon, se külföldön, ezért minél többet kellett lekötni. A másik pedig nem akartuk olyan helyzetbe hozni az orvosokat sem, amely helyzetben más országban kerültek, vagy más országban az orvosi kamara kidolgozott protokollokat, hogyha van több beteg és kevesebb lélegeztetőgép, akkor milyen sorrendben kell adni a betegeknek lélegeztetőgépet, és ki az, aki a sor végén van, és később fog lélegeztetőgépet kapni, magyarul jó esélye akár halálra ítélt is az illető. Tisztelt képviselőtársaim, akkor az ellenzék azzal vádolta a magyar kormányt, hogy túl kevés a lélegeztetőgép. Elmúlt a járvány. Hála Istennek mindenkinek jutott ágy, orvos, lélegeztetőgép, gyógyszer, vakcina, és miután véget ért a járvány, most azzal vád, pont az ellenkezőjével vádolja az ellenzék a kormányt, hogy túl sok a lélegeztetőgép Magyarországon, holott felelőtlenség lett volna a betegekkel szemben, az orvosokkal szemben, felelőtlenség lett volna, ha azt mondja a magyar kormány, hogy ennyi lélegeztetőgépet megrendelte, bár még rendelhetnék másik ezret, de nem fogok rendelni, mert azt gondolja valaki, hogy előre, hogy majd kevesebb lesz a betegeknek a száma. Szerintem az egyetlen felelősségteljes döntés ebben az időszakban valóban az volt, hogy ami rendelkezésre álló gép volt, és amit lehetett Magyarországon használni, azokat Magyarország megvette, és bebiztosította, mert a magyar emberek élete, a magyar emberek egészsége a legfontosabb. Ezért kerültek beszerzésre ezek a lélegeztetőgépek, azóta is ezeknek a karbantartása folyamatosan megtörténik, az esetleges kupóalkatrészeknek a pótlása megtörténik, a fölülvizsgálat az rendszeres a szakszerviz által, és felépült és hamarosan berendezésre is kerül Pátyon az a nagy raktár, az egész koronavírus készlet és az egészségügyi biztonsági készlet is bekerülhet egy állami raktárba, és így 21 néhány raktár helyett egy raktárban lehet a döntő többsége a magyar stratégiai egészségügyi tartaléknak. Köszönöm szépen. Köszönöm, miniszter. Fogadja a miniszter helyettesi válaszparancsát. Nem tudom elfogadni, mert az egyszerűen feltett kérdésre, hogy kinek fizet az okfő ezért a lélegeztetőgép tárolásért, erre miniszter úrnak egy fél mondata nem volt. Mindenféléről beszélt. Én azért szeretném miniszter urat, elnézést kérek, államtitkár urat, de miniszter helyettes úr is talán. Szóval szeretném Önt tájékoztatni arról, hogy igenis hosszas húzavona előzte azt meg, hogy egyáltalán a bizottság tagjai és jó magam is bejuthattunk ebbe a raktárba. Nem véletlenül kérdezem én azt, hogy most ebben az időszakban kinek fizetjük azt az évi 1 milliárd forintot. Melyik Fideszhez közeli cég nyerészkedik újra ezen a bizniszen, mert azt gondolom, hogy Önnek számára semmi más nem értelmezhető ebből a kérdésből, mint az, hogy mennyit lehet még lopni. Önöknek nem kellenek állami kórházak, önöknek van pénzük magánorvosra, ezért Dobrevkvála vezette árnyékkormány olyan fordulatra készül a kormányváltás után, ahol megtaláljuk és felelősségre fogjuk majd vonni ennek a lélegeztetőgép biznisznek is a felelőseit. Köszönöm szépen!